egész fiatalon került be, és lehet, hogy azért, mert hogy sárpa és egy kicsit morcosabbnak tűnik az arcocskája, lehet, hogy ezért nem fogadták még örökbe, pedig hát rá kell nézni, hogy micsoda szeretetéhes és barátságos kiskutyáról van szó. Ő itt Monzsúr, aki szinte az egész életet itt élte eddig. A 2 éves kutya a termet ellenére nagyon kedves, bújós és szeretetre vágyó. A szombati askarácsonyon mások mellett őt is örökbe lehet fogadni. Idén december 20-áig lehet kutyát hazavinni a felelős gazdáknak. Nagyon várunk gazdikat, hiszen rengeteg kutyánk van, akik bármikor el tudnának tőlünk költözni, de szerető gazdikat és felelős gazdikat várunk, azért ezt mindenképpen szeretném előrebocsájtani, hiszen az örökbefogadásunk az askarácsony napján még lehetséges, és utána mindössze 3 napig, mert hogy karácsony előtt már több örökbefogadási lehetőségre nincs szükség. Molnár Tamásné hozzátette, csak az fogadjon örökbe, aki a kutya egész életében gondját tudja viselni, és felelős gazdaként éli a mindennapokat. Karácsonyra is csak hosszas mérlegelés után saját részre érdemes kutyát ajándékozni. Ezzel is elkerülve azt a helyzetet, amikor sokan úgy gondolják, hogy egy gyors megoldás egy menhelyről hazavitt kutya, ami megoldja az ajándék pótlását. Mi mindig olyan gazdikat keresünk, akik egy életen át, akár 10-15 éven át is tudják vállalni a mi védenceinket. A menhely vezetője azt is elmondta, az állatotthonban most száraz tápra van a leginkább szükségük a kutyáknak, rongyokat és tisztítószereket csak januárban fogadnak legközelebb.